Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Péter. Igen, kedves nézőim. Németh Péternek nem idegen ez a stúdió, hisz valamikor vagy 12 évet itt főszerkesztett a fizikai épületben, ez ma már egész más, akkor ez egy 7. kerületi televíziót látott vendégül az építmény. Ma viszont Németh Péter a Népszava főszerkesztője, hogy az vagy nem, azt mindjárt kiderül. Üdvözöllek itt a stúdióba, tegeződünk is, régóta ismerjük egymást. Jó reggelt, Péter! Jó reggel. Kedves volt a felütésed, hogy az vagyok-e, vagy nem. Reggel, amikor elindultam, még az voltam. Ha jól láttam meg az éjszaka folyamán, már új tulajdonosokról is beszéltek. Ki az új tulajdonos? Nem ismerem a tulajdonost. Tehát amit láttál, én szerintem az, hogy az új kiadót bejegyezték. Tehát eddig a Népszava, a jogokat. Igen, a Népszava lapkiadó Kft. Volt eddig a kiadója, és most ez a 21. századi média a kiadója. Nem tudom, hogy mit láttam, mert nem vagyok beavatva ezekbe a folyamatokba. Azt tudom, hogy holnap elköltözik a szerkesztőség, a Jókai utcai egykori MSZP székház lesz az új szerkesztőségnek a helye. E pillanatban én vagyok a főszerkesztő, más információm a dologról nincsen. Elképzelhető, Péter, hisz a lapszámotok egyre nő, az előfizetők száma, a vásárlók száma, hogy a nagymúltú Népszabadság olvasói is átpártoltak. Jobb hiány most hozzátok? Jobb hiány, mert nincs Népszabadság. Egyrészt biztos, hogy így van. A nagymúltóhoz annyit hagy tegyek hozzá kiegészítésként, hogy ha a Népszabadságról azt mondjuk, hogy nagymúltú, akkor nem tudom, milyen jelzőt használjunk a Népszavára, amely 1873-ban. Ezzel akartalak provokálni, alakult, de látom, hogy megy ez provokáció. Igen, tehát ez egy igen, tehát a legrégebbi napilap és egy újság Magyarországon. Igen, tehát a Népszabadság olvasóinak egy része pártolt át, a mi feladatunk az, hogy ezeket az olvasókat ne adjuk árván. Tudjuk, hogy Magyarországon is, a világban is, de Magyarországon különösen jelentősen csökken az olvasottsága a nyomtatott lapoknak, politikai napilapoknak. Ezért könnyen leszoknak az emberek. Az új generációk nem nagyon olvasnak papír alapú újságot. Szeretnél a lapszám? Hát most igen, elsősorban mondom a Népszabadságnak az árván maradt olvasóit, de még nagyon sokan vannak ilyen árvák, akiket szeretnénk áthozni hozzánk a Népszavához. Te most Magyarország, illetve Európa első zsidó közösségi televíziójába vagy. Mi egy zsidó közösségi televízió vagyunk. Gondoltad akkor 12 év folyamán, amikor itt főszerkesztetted a 7. kerületi televízió műsorait, hogy lesz majd egyszer egy zsidó közösségi televízió? Eszembe nem jutott. A zsidó hagyományok azt mondják, hogy áltifták pélel szatán, ne nyisd előre ki a sátánnak a száját. Én is elnézést kérek érte, de ugyan én nem nagyon utazom bulvárba, de nem lehet ezt kihagyni, hisz a Népszabadság is költözött, ti is költöztök. Nem lehet, hogy esetleg Isten ments megismétlődik valami? Igen, ez a poén közöttünk is elhangzott, de azt gondolom, hogy az ilyen rövid időből nem fog megismétlődni. Tehát, hogy tudnék, holnap reggel oda menne a társaság, és nem tud bejutni az MSZP székházába. Én biztos vagyok benne, hogy ez a veszély nem fenyeget bennünket. A volt MSZP székházába. Igen, igen, ez a volt MSZP székháza. Ez most már a Geo Holding kiadójának ad otthont, akkor a Moritz könyvkiadónak ad otthont. Az én tudásom szerint ott lesz majd egy színházterem. Szóval, hogy ez egy élő... Tehát költöztök a Tököli útról. Igen, költözünk a Tököli útról, ma csomagolunk, és én remélem azt, hogy semmiféle ilyen probléma nem lesz. Tehát simán be fogunk tudni költözni, és senki nem állja az utunkat. Péter, miközben beszélgetünk, én arra buzdítom kollégáimat, hogy jöjjenek a hírek, együtt megnézzük a híreket, kommentáljuk a híreket, és lapszemlézzünk. Jó? Kedves nézőim, az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Németh Péter, a Népszava ma még főszerkesztője, Isten segítségével holnap is az lesz, költöznek át egy új székházba, és a hírek után folytatjuk a beszélgetést vele, értékeljük a híreket, és átnézzük a mai lapokat.